Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibül tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktív SRL. A műsor támogatója VLG kábelkereskedelmi Kft. Köszönöm kedves nézőinket, önök a Foci és Sport című műsort látják, és majd kiváló sportolónővel találkozhatnak, aki nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt időszak nagy sportolói közé tartozik, mert ma is ott van az élsportban, csak egy kicsit másik oldalról. Regőci Krisztina a vendégem, és nem véletlenül, hogy őt hívtam meg, hiszen kezdődik most már a korcsolyás szezon. Szeretettel köszöntelek. Amikor fölhívtalak a telefonon, még rá is kérdezte, hogy Salai Andrissal együtt jöjjünk, vagy pedig külön, és azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy igen, a Regőci Krisztinának van egy olyan keresztneve, hogy Regőci Sallai, hiszen titeket mindig együtt engedek, de én most rád voltam kíváncsi. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként ez egy olyan dolog, hogy tényleg annyira összeforrt a nevünk, és ez a 17 év, amit eltöltöttünk együtt, az tényleg kitörölhetetlen, úgyhogy általában... Ez természetes, hogy majd lesz olyan is, amikor együtt jöttök, meg lesz olyan, amikor Andrist külön fogom faggatni, de azt gondolom, hogy a te magad pályafutása és a te magad személyisége is megér bőségesen egy órát. No, azt mondtam, hogy jelen pillanat is benne vagy a versenysportban, és elég nehéz volt veled időt egyeztetni, hiszen időd nagy részét nem Magyarországon töltöd, vagy legalábbis haza-haza látogatsz, és aztán mész ki. Milyen arányban vagy itthon és külföldön? Tulajdonképpen én nagyon sokat vagyok itthon, de ahogy halad előre a versenyszezon, egyre több versenyre megyek, mint a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség sportigazgatója, és annyira kihúzódott a versenyszezon, hogy tulajdonképpen augusztus közepével beindulnak a junior versenyek, a junior Grand Prix, aztán jönnek a felnőtt Grand Prix, és utána a világversenyek, úgyhogy nekem a január végétől a júniusig az a nagyon-nagyon sűrű időszak. Már is van itt egy olyan kulcsmondat, hogy kitolódott a versenyszezon. És hogyha megnézzük, hogy abban az időszakban, amikor, és nem jól hangzik, hogy a ti időtökben, de igenis, 72-től 80-ig ti voltatok a legnagyobb hazai és nemzetközi sztárok. 80-as évek elején azt gondolom, hogy nem csak arról beszélünk, amikor éppen még versenyeztetek, hanem utána a profi korcsolyába eltöltött évekről is. Tehát azt lehet mondani, hogy a meghatározó személyiségei voltatok a korcsolyázó sportnak és a jégtánc, illetve a jégtánc szerelmeseinek, de ebben a műkorcsa is beletartozik, hiszen a műkorcsolyások is elmentek aztán profi pénzt keresni, hát hiszen meg is kell élni valamiből, de a szezon az egészen máshogy nézett ki annak idején. Az infrastruktúra fejlődésről egy picit beszélgessünk, mert azt gondolom, ez nagyon sok mindent meghatároz. Igen, hát tulajdonképpen ezt akkor ott kell kezdeni, hogy amikor mi kezdtünk a bandival korizni, akkor ugye volt a kis stadion, volt a műjégpálya, és volt a millenáris, és ez mind nyitott pálya volt. És hát ahogy haladtunk előre, óriási csodaként éltük meg azt, amikor a millenáris fölé húztak egy sátrat, és legalább az eső és a hó nem esett a nyakunkba, de maradtak el bajnokságok azért, mert annyi hó esett, hogy megrogyott egy kicsit a sátor, és tulajdonképpen az egész pályafutásunk alatt mi voltunk az egyedüliek, akik fedett pálya nélkül egyáltalán részt vettünk a világversenyeken. És hát természetesen, ahogy egyre igényesedett a sport, és egyre több fedett pálya lett, egyre jobban tudott kitolódni a szezon, hiszen természetessé vált, hogy 11-11 és fél hónapot jégen vannak a versenyzők. Tudod, nem is olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt, pont amikor meg akartalak hívni téged, szétkerestem interneten, hogy a Protapofov házaspárnak egy felvételét megnézzem. Mert
ugye itt nagyon nagy sztárokkal találkozunk, mind tornában, mind mindenféle sportágakban. Most itt a kajakkenúról nem beszélek, mert akkor is tekertek, most is tekernek. Oké, egy más alattuk a csónak, vagy a kajak, vagy a kenú, de mondjuk a tornasportban más az alap, más egy fele, más korlát. Annyira sokat változik az infrastruktúra, és nem csak a fedettsége, vagy más miatt, hogy arra voltam kíváncsi, hogy amit mi annak idején annyira csodálatosnak találtuk, az most is olyan csodálatos-e. Mint például, tehát azt akartam mondani, hogy van olyan, amire most csak azt mondjuk, hogy úristen, egy serdülőn nem lehetne vele győzni, amivel olimpiát lehetett nyerni mondjuk az 1930-as években. Tornában például, de hát más volt a háttér, más volt a körülmény, és a korcsolyában nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mint szakember, mert a ti táncotok még most is nagyon-nagyon jó egyébként, azt hozzá kell tennem, semmit nem veszített az értékéből, de tényleg azt gondoltam, hogy megnézem a Protopopov házaspárt, mert ott már akkor is ők inkább balettoztak a jégen, mint ugrottak, emeltek, tehát más volt az ő művészi attitűdjük. Erre azt tudom neked mondani, hogy ez egy természetes folyamat, hogy fejlődik a sport, hogy ugrásszerűek a technikai fejlődések szinte évről évre, hogy minden új bajnok egy új stílust hoz, és avval egy új előrelépést. De a minőség az minőség, tehát az alapkorcsolyázás az ott van, az előadás az ott van. Változik az előadás mód, hiszen most sokkal inkább elszínháziasodott, uh-huh. és sokkal inkább a tévé felé elmentek a produkciók, de attól a minőség az látszik. Hogyan sikerült nektek, vagy mitől tudtatok minőséget hozni a legmostohább körülmények mellett is? Mi családi vállalkozás voltunk, és mindig azt tartottuk a szemünk előtt, hogy mi a nemzetközi szint. Tehát itthon mi elég hamar kinőttük az itthoni lehetőségeket, és túlnőttünk az itthoni dolgokon. És szinte ez volt a legnehezebb, hogy nem tudtunk velünk egy szinten lévő versenyzőkkel készülni, hanem nekünk mindig csak a kinti, tehát a tulajdonképpen amire leszűkült az a két szovjet pár és a mi harcunk. És a szovjetek egy egész csapattal készültek, tehát volt több koreográfusuk, betanítóedzők, technikai edzők, színházi segítőik, külön balettmesterek, emberek, akik a pályának a több sarkából nézték, hogy mi honnan, hogy néz ki, és honnan előnyösebb. Ehhez voltunk mi a kis családunk, a nagyszülői háttér, az édesanyám, mint edzőnk, a Nagy Zoltán balettmester, Tokodi Tibi, aki a felvételeket csinálta, és az már egy óriási dolog volt, hogy videón vissza tudtuk nézni a felkészülés közben az edzéseket, és hát nagyon megkönnyítette a munkát azt, hogy nem kellett azt, csak egyszerűen odabökött az anyu, uh-huh. hogy na látjátok, erre gondolok, és akkor, uh-huh. akkor az sokkal könnyebb volt javítani. Tehát ezek nagyon nagy segítséget jelentettek. Édesanyád ugye a felkészülésben rengeteget segített, illetve hát az edzőtökként működött, de általában a korcsolyás mamák egy fogalom voltak. Most azért beszélgetünk már arról, hogy egy szülőnek milyen áldozatot kell hozni ahhoz, hogy sportolót nevelhessen, élsportolót a gyerekekből, hiszen hajnalban már kiskortól kezdve ki kell vinni a pályára, nagyon sokszor anyagilag meg kell teremteni a hátteret. Azért abban az időszakban, amikor ti versenyeztetek, akkor sem volt különben, de valahogy mégis azt mondták, hogy a korcsolyásoknak a legnehezebb. Miért? Mert nagyon nehéz jéghez jutni. Tehát tulajdonképpen rengeteg olyan sport van, amihez elég a terem, rengeteg dolgot meg lehet oldani. De a közelben nálunk, esetleg. Így van, de nálunk a jégbiztonságot, a technikát, az csak jégen lehetett megszerezni. Tehát amikor nálunk kisütött tavasszal a nap, és elolvadt a jég, akkor körbe kellett járjunk a félvilágon, és mindenhova bekunyerálni magunkat, és bekéreckedni, és sokszor,
sokszor éjszakába menően, amikor már az ottani versenyzők nem igényelték a jeget, és megengedték nekünk, hogy egyharmad világítással vagy egynegyed világítással rámehessünk a pályára, mi minden percet kihasználtunk. Az anyukád volt ennyire rámenős ezek szerint? Vagy ennyire ügyes üzletasszony? Vagy ilyen ügyes egyzőzeteket megteremtett ezeket a feltételeket? Hát azért akkor sem volt, sőt, akkor nagyon nehéz volt utazni. Most azt mondjuk, hogy mindent meg lehet, mert annyira kinyílt a világ, és 16-17 éves gyerekek, ma itt élek, holnap ott élek, kimegyek egy koncertet, azért ez a 70-es években nem működött. Ez nem működött, ez így van. Én erre azt tudom mondani, hogy anyukám a korát maximálisan megelőzően egy fantasztikus menedzser volt. Tehát ő teljesen átlátta azt, hogy mire van ahhoz szükség, hogy előre tudjunk lépni, és tudjunk fejlődni a megfelelő szinten. És minden tőle telhetőt megtett, hogy ezt nekünk biztosítani tudja. De hova kellett fordulnia? Tehát milyen lépéseket kellett megtenni? Hát már egy útlevélnek a megszerzése is. Igen, egy bonyolult történet pont volt. Pont ezt szerettem volna mondani, hogy tulajdonképpen nekünk két óriási, nagyon nagy segítségünk volt a felkészülésünkben. Az egyik az, hogy megkaptuk a segítséget az útlevél formájában. Ha anyagi támogatást nem, mert azt nem, de amikor azt mondtuk, hogy ide vagy oda vagy amoda szeretnénk menni, és itt tudunk edzeni, akkor megkaptuk erre ehhez a lehetőséget. Úgyhogy ez egy óriási, fantasztikus dolog volt. A másik pedig az, hogy abban az időben nem kellett itthon a jégért fizessünk. Tehát Ez ugye a mostani idővel, ez egy kontrasztban, de amikor jégidő volt, és amíg ránk nem oltották a jeget, illetve a lámpát, mi addig a pályán voltunk. Úgyhogy mi ilyen éjszakai baglyok voltunk, mert a hajnalok azok a műkorcsolyázóké volt, és mi pedig délben és este kaptunk edzésidőt, és hát ahogy mondom, amíg bírtuk, és amíg össze nem fakadtunk. Úgyhogy... Hány éves korodban volt először korcsolya a lábadon? Eléggé fiatalon, de akkor még, ugye az volt a helyzet, hogy én rengeteg mindenfélét csináltam, de mindent bent teremben. Baletteztem, zongoráztam, nyelvet tanultam, művészi tornára jártam, stb. Tehát a mozgás az megvolt, az affinitás a művészetek felé megvolt. Így van, miután ugye ezt én mindig elmondom, hogy szeretett nagyapám a TF első év folyamának volt az ászlóvívője, úgyhogy a mi életünkben, az egész család életében a sport az egy meghatározó szerepet játszott. Úgyhogy minden aktivitás, minden bent a négy fal között történt, és én olyan eléggé betegeskedős gyerek voltam, állandóan fájt a torkom, megfáztam, és mondta a család, hogy egy kicsit a levegőre kéne vinni a gyereket, és tulajdonképpen így kezdődött a korcsolya. De kezdődött a műjégen hajnalok hajnalán, amit nagyon nem szerettem, és az első szezon végén mondta is az edzőbácsi, hogy nyugodtan vigyék innen a gyereket más irányba, mert nem lesz belőle korcsolyázó. És utána történt az, hogy a műjégen, a tánckörben nagymamám talált egy régi ismerőst, egy barátnőt, és ő bevitt engem a tánckörbe, és ott tulajdonképpen felkaroltak a nénik bácsik, és így indult be az én tánc életem, és nekem a tánc az a szerelem lett első mozdulatra vagy látásra, mert ötvözte a zenét, a táncot, a mozgást, a sportot, a csúszás örömét, mindent, ami a művészetet, úgyhogy minden, ami én vagyok, az úgy egyben ott volt. Jó korcsolya volt a lábadon, amikor először jégre kerültél? Hát a legelsőre nem igazán emlékszem, de utána igen. Mert ez is nagyon sokat számít. Én szerintem, hogy a gyerek ráérez-e arra, jól tartja-e a bokáját, vagy pedig egy örök életre kudarcnak éli meg, hogy csetlik-botlik a jégen. Be kell valljam őszintén, hogy erre nem emlékszem, hogy milyen volt az első korcsolya cipőm és a korcsolyám, de azt tudom, hogy itthon volt még abban az időben egy műhely, ahol csináltak valódi bőrből korcsolya cipőket, de az azután megszűnt, és akkor utána jött a nagy kihívás, mert nekem eléggé csontos a bokám, úgyhogy édesapám, aki orvos volt, begipszelte a lábomat, és utána levágtuk a gipszet szépen óvatosan, és azt vittük ki. Ausztriába, Bécs mellett volt egy nagyon-nagyon híres korcsolya cipőkészítő műhely, és ott a gipsz alapján csinálták meg a kori cipőinket, és hát világ egész versenyzők
korunkban, sőt, még utána is, sőt, még már rég tanítottam, edzőként dolgoztam, amikor még mindig hozzájuk jártam vissza új cipőért. Tehát akkor te nem választottad ezeket a fröccsöntött korcsolya cipőket? Egyébként van egyáltalán a táncosok között? Versenyzők nem használják ezeket a fröccsöntött dolgokat. Tehát akkor kell, hogy legyen valami hajlása, valami dinamikája? Mindenféleképpen. Hát ahhoz, hogy az ember egy vonalat be tudjon fejezni, ahogy a spicnek működnie kell, azt egy ilyen fröccsöntött dologban nem lehet. Azon kívül se nem ruganyos, se nem nincs annyi olyan tartása, ami például egy 3-4 fordulatos ugrások érkezésének a kivédéséhez kell az izületnek. A cipő? Az változott azóta? Fejlődött sokat szerkezetében, anyagában ezek szerint? Vagy annyira nem? Mert ugyanúgy bőr... Több próbálkozás van. Tehát az, hogy bőr, az nagyon fontos lenne. De elég sok olyan irányzat van, hogy a bőrt műanyaggal kombinálják, és abból viszont rengeteg problémája van a fiataloknak, úgyhogy én soha nem javaslom, de elég sok cég csinálja, mert sokkal gazdaságosabban tudják így előállítani. Tudod, hogy mi a furcsa, hogy a foci cipőknél is gyakorlatilag már bőrcipőt nem lehet kapni. Tehát annyira érdekes, próbáltunk körülnézni, és egyszerűen eltűnik a piacról. Pedig nem biztos, hogy ezek a narancsárga és a UV-színekbe tündöklő műanyag fodvalcipők jobbak vagy többet tudnak. Tehát én azt gondolom, ahogy most te is mondod, hogy az igazi az a bőr, és nem az biztos, az igazi az a bőr, és a helyzet az, hogy nagyon nehéz betörni, tehát hosszú idő kell hozzá, mert hát a bőrnek hozzá kell alakulnia az ember lábához, de ha egyszer sikerült, akkor nagyon jó, és nagyon tartós, és biztonságos. Ezekkel a műanyag kombinációkkal nekem az a problémám, hogy ugye napi rengeteg órát eltöltenek a gyerekek a korcsolya cipőben, és nincs ideje, nincs lehetősége kiszáradni a cipőnek, tehát ekcémás problémáktól kezdve mindenféle bőrgondon keresztül a kinövések, a csontkinövések, szóval nagyon sok problémát tud okozni egy nem tökéletes cipő. És ezeket mind látod, hiszen ott vagy a nemzetközi versenyeken. Mennyire van... nemzetközi sportigazgatóként mennyire van személyes kapcsolatod a versenyzőkkel? Mennyire találkozol velük? Tehát mennyire úgymond adminisztratív a feladatod, vagy mennyire vagy ott? Egy elnök az mindig adminisztratív, de más lehet egy sportigazgató feladata, nem tudom megállapítani. Én teljesen gyermek közelben vagyok, el sem tudom képzelni másképp, és ha már akkor ez az egyedüli dolog, ami úgy igazán hiányzik az életemből, a tanítás. Mert miután kineveztek sportigazgatónak, ez így összeférhetetlenné vált, de nagyon hiányzik a napi kontaktus a gyerekekkel, de természetesen vagyok velük, és szervezem a nemzetközi edzőtáborokat, és ott nap mint nap figyelem a munkájukat, kísérem a fejlődésüket. Nem is lehetne anélkül dolgozni, mert a sport róluk szól. Tehát ezt nem lehet egy íróasztal mellől csinálni. Egészen máshogy kanyarodik a beszélgetés, mint ahogy terveztem, de itt mondtad, hogy ugye készített, vagy néztem, hogy elmegyek az edzőtáborokba, te annak idején nagyon sok edzőtábort szerveztél, és tanítottál is. Itthon, külföldön saját iskolád is volt. És mondod, hogy hiányzik a tanítás. Hát az teljesen természetes, akkor megszoktad, gyerekek között van, és foglalkozik velük. Meg tudod-e állni, hogy... ne szóljál nekik, ne igazítsál, ne beszélj nem mindig, meg az egyszerűen. Nem mindig. Attól függ, hogy milyen a közeg. Tehát egy olyan nemzetközi edzőtáborban, amit én szervezek, és nagyon jó barátaim, az oktatók, akiket én hívok meg, akkor ott természetes, hogy belekotyoghatok, így mond. Igen. De nagyon nehéz, sokszor nagyon nehéz megállnom, mikor egyértelműen látszik, hogy csak egy nagyon pici apróság kéne Igen. ahhoz, hogy sikerüljön. Na, mondom, attól függ, hogy milyen a közeg. Egyébként ez egy nehéz dolog egy pedagógusnak, mert mindig bennünk van a segítő szándék, ugye? Igen, az, hogy hát miért ne legyen az tökéletes, és sokszor meg is sértődnek miatt, amikor az ember szól, és máshogy élik meg, tehát elképzelni, nagyon nehéz, és nagyon nagy empátia kell ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mit, mikor merhet mondani ahhoz, hogy ne legyen belőle probléma, vagy netán az ellen, vagy a másik azt mondja, hogy hát annak miért segít nekem, miért nem segít, mert azért ez is benne van a versenyben.
még mindig egy picit visszatérünk erre az edzős időszakra, illetve ezekre a tanítási időszakra. Hol volt könnyebb edzéseket, iskolát tartani, itt Magyarországon, vagy pedig külföldön? És ezt mindenféle szempontból kérdezem, hiszen az első iskola, amit alapítottál, nem magyarországi volt, ha jól tudom, Bostonban talán, ugye? És utána Magyarországon is volt fitnessterem, ahol mellette kiegészítő sportágak is szerepeltek. Hogyan működtek itthon, külföldön, minek mi volt az előnye, hátránya? Itthon még megvolt az a totális elhivatottság a gyerekekben. Megvolt az, hogy miután nekem mindig fantasztikus kapcsolatom volt a tanítványaimmal, hogy tudtam őket olyan szinten lelkesíteni és vinni, hogy tényleg ők is úgy érezték, mint mi annak idején Bandival, hogyha éjjel kettőkor felébresztettek minket, és azt mondták, hogy most van edzés lehetőség, van jég, akkor mentünk. Kint Amerikában, Bostonban ez már nem egészen így működött, tehát ott már beindult az, hogy már annyi lehetősége volt a fiataloknak, hogy annyi választási lehetőségük, hogy nem mindig voltak eléggé kitartóak. Uh-huh. És most ezt nagyon finoman mondtam. Igen, tehát igen. Ők nagyon könnyen odadobtak több év munkáját, ami nekem rettenetesen furcsa volt. Egészen megdöbbentett például, hogy egy egész szezont végig dolgoztam egy testvérpárral, és eléggé izgulós gyerekek voltak, és körülbelül egy hét választott el minket attól, hogy az amerikai bajnokságra elindultunk volna, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott ilyen területi válogatókon kell keresztül menni ahhoz, hogy végül is a bajnokságra el lehessen jutni, és ez egy szezon közös munkánk vége felé, ez egy nagyszerű előrelépés volt, és reggel 5-től 10-ig volt az enyém a pálya, és 3:45-4-kor telefonáltak 5 nappal indulás előtt, hogy hát ők úgy gondolják, hogy ők annyira izgulnak, hogy ők ezt most abba hagyják. És nem tudtam őket semmivel rávenni arra, hogy gondolják meg magukat, nem tudtam átsegíteni, lendíteni őket ezen a nehézségen, és a szülők nem álltak mellém. Tehát a szülők ezt végignézték, hogy a gyerekek a 10 éves előzményeket, plusz ezt a rengeteg sok munkát, amit közösen belefektettünk, oda dobják. Tehát, mi lett velük utána? Tudsz róla? Nem kocsolyáztak. Borzasztó azért. Igen. Tehát ezt végignézni, hogy igen. Az ember látja, hogy tehetséges a gyerek, igen. És tényleg jó, nem lettek volna világbajnokok, de egy nagyon szép eredményt el tudtak volna érni. De nem kell mindenkinek világbajnoknak lenni. Bár nem. Nagyon jó érzés. Ez teljesen így van. Én csak nem szeretem azt, hogyha valaki nem fejez be valamit. Ez mondjuk a pályafutásodon is látszik, hogy egy elég kerek ívet ír gyakorlatilag. És ugye az ív az most itt van jelen pillanatban, azt hiszem. Mi az, és majd mindjárt beszélgetünk a versenyzői pályafutásodról, de most itt tartunk, ugye Magyarországon a MOB-nak az elnökségi tagja vagy. Nemzetközi Korcsolya Szövetség sportigazgatója. Edzőként tudtál eredményeket elérni. Tehát megvan az a dolog, aminek meg kell lenni egy sportolói aktív pályafutás után, aki tanul tovább természetesen, és megvannak hozzá képzettségi adottságai, hogy a helyén legyen. Mi az, ami inspirál még? Mit lehet csinálni? Én úgy érzem, hogy a legszebb dolog az, hogy én az életemet avval tölthetem, amit a legjobban szeretek. És azt hiszem, hogy a sportolók fejlődését elősegíteni, szolgálni, ez a legszebb dolog. Tehát én minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy megkönnyítsem az előrehaladásukat, hogy biztosítsam hozzá a lehetőséget, hogy bármiben segítsem őket. És mint mondtam, hát ennél szebb dolog nincs, mint aki a hobbiában élhet tulajdonképpen. Említettük a Nemzetközi Szövetséget, és most egy kicsit rátérünk a Magyar Szövetségre, hiszen szorosan együtt kell, hogy működjetek. Jelen pillanatban én most megpróbáltam a szövetség honlapján körülnézni, hát azért elég szerteágazó, mert ugye ebbe beletartozik a gyors korcsolyától kezdve nagyon sok minden, különböző szakaszok, jégtánc, műkorcsolya, egyéni, stb. De most maradjunk a jégtáncnál a saját területednél, ott Engi Klári, azt hiszem, aki jelen pillanatban a
felelős nagyon sok mindenért. Mennyire tudtok egymással kommunikálni, mennyire figyeled az ő versenyzőit, tudsz-e a nemzetközi kapcsolataid révén segíteni nekik? Természetesen, hiszen magyar vagyok, tehát elsősorban nézem a magyar gyerekek érdekeit is. Mindig próbálok, ahogy lehetőség adódik, nemzetközi edzőtáborokat idehozni, Magyarországon megrendezni. Tehát akkor most már infrastruktúrálisan mi is úgy állunk, hogy itt lehet ezeket. Így van, így van. Aztán most lett megint egy új sportcsarnok, jégcsarnok átadva egy pár hónappal ezelőtt, vagy egy pár héttel ezelőtt? Jászberényt vették meg utoljára, igen. Egy nagyon-nagyon jó előrelépés. És természetesen, hogy jó a kapcsolat, és kommunikálunk a Magyar Szövetséggel, és hát mindent megteszünk azért, hogy magyar milyenek? Gyerekek fejlődjenek. Na milyenek a mostani gyerekeink? Én mindig azt mondom, hogy a magyar gyerekek fantasztikusan tehetségesek, és itt nem csak a korcsolyára gondolok. Itt még mindig úgy érzem, hogy még nem sikerült elindulni annyira ebből a hullámvölgyből, amiben most ez a korcsolya sport van itthon. Tehetség van, rengeteg tehetség van, csak talán jobban kéne rájuk vigyázni, vagy rosszul jönnek össze a körülmények. Nagyon nehéz, főleg akkor, amikor a gyerekek elérik ezt a 18 éves kort, hogy akik okosak, intelligensek, és tanulnak, és érdeklődőek, azoknak egy nagyon nehéz választást, egy döntést kell hozniuk, hogy most sport vagy egyetem. Uh-huh. És hát emiatt elég sok versenyzőt veszítünk. Hát meg a körülmények között én azt hiszem, hogy elég közvetlen kapcsolatban vagyok Lukács Ádámmal, aki az egyik legtehetségesebb magyar fiatal versenyzőnk, és ugye 2 éven keresztül egy olasz kislánnyal készült, és pont most az elmúlt hónapokban mentek szét. Azt hiszem, hogy pont ma utazott külföldre, Amerikában, hogy szokták ezt mondani, castingra, hiszen lehet, hogy kintről tud majd párt választani magának. És amikor az előbb említetted, hogy a verseny előtt, a szezon előtt a saját gyerekeid azt mondták, akikkel egy éven keresztül készültél, hogy most köszönöm szépen, akkor mi nem csináljuk tovább. Ugyanígy lehet egy párosnál, akik szétmentek. Hát reméljük, hogy Lukács Ádámnak sikerül majd jó partner találni, és nem fog a sportolói karrierje csorbát szenvedni. De itt jön a kérdés, hogy mitől tudtatok ti Andrással együtt maradni? Minden egyes partnerváltás, minden egyes edzőváltás óhatatlanul időveszteség. Mert az én nagyapám azt mondta annak idején, hogy ez egy olyan sport, ezt annyira tökéletesen együtt kell csinálni, hogy nem csak levegőt kell együtt venni és azt kifújni, de még az orr meg a fülcimpánknak is egy szögben egy irányba kell állnia, és akkor jó a dolog. Na most, két ember, hogy ilyen szinten összeszokjon, és ezt azon a kis vékony pengén zenére, technikai tökéletességgel elő tudja adni, ahhoz nagyon sok közös munkára van szükség. És itt sajnálom egy picit az elvesztegetett időt és az éveket, mert ez pótolhatatlan. Én nagyon bízom benne, hogy Ádámnak sikerül egy olyan hölgyet találni, akivel szépen és jól tudják majd folytatni a versenyzést. De ez sajnos benne van a pakliban, hogy ez az idő megy. Hány évesek voltatok Andrással, amikor összekeveredtetek? Én 11 és fél voltam, és 17-es évet töltöttünk együtt. Igen, 13-at amatőrként, és... Kirakott össze benneteket, anyukád? Nem, mi raktuk össze magunkat. Mi úgy kinéztük egymást a pálya két sarkáról, és addig nyúztuk a közös edzőnket, amíg azt nem mondta 67. február 17-én, hogy na jó, gyerekek, próbáljuk meg, és azóta korisztunk együtt. Tehát akkor ezek szerint nem csak a jégtánc van, hanem emberileg is nagyon jó kapcsolatot tudtatok kialakítani egymással. Voltak nagy veszekedéseitek? Igen. Min? Az óriási fontosságú apróságokon. Hát mindig azokon igen, tehát így van. Nem, mi nagyon-nagyon jó barátok voltunk, együtt nőttünk fel, mint a testvérek tulajdonképpen. Igen. Mi több időt töltöttünk együtt, mint bárki. Hát együtt koriztunk, együtt jártunk száraz edzésre, táncra, egy gimnáziumba jártunk, tehát szinte éjjel-nappal mindig együtt voltunk.
És hát természetesen voltak surlódások, és nagyon nagy veszekedések, mert mind a kettőnkben van a temperamentum elég. Hát de a tánchoz az kell. Így van. Anélkül nem lehet. De minden óriási összeveszésünk, minden csak jobbító szándékkal történt. Tehát, hogy most arra kéne még 2 centivel menni ahhoz, hogy az még jobb legyen, szóval ilyen horderejű dolgokon tudtunk rettenetesen összeveszni. Többször emlékszem, hogy nagyikám sírt kinn a palánk mellett, hogy vége, soha többet, ezek már nem állnak szóba egymással, és hát egymást átölelve jöttünk fel az öltözőből, mert tulajdonképpen semmi probléma nem volt, csak a munka hevében úgy csattant a szikra. Melyik költök volt a békülékenyebb? Vagy ki volt az, aki engedett? Vagy egyszer meg tudtátok győzni egymást? Igen. Persze. Mondom, tehát csak a jobbítás érdekében, és hogyha most már tényleg annyira, ha fáradtak voltunk, vagy nem volt értelme folytatni a dolgot, akkor anyu nyilván mondta, hogy na, akkor most inkább azt próbáljuk meg, igen. És akkor tudom én 10 perc múlva visszatértünk a kérdéses dologra, és akkor nyugodtan megbeszéltük. Az együtt töltött idő, az természetesen meghozta a gyümölcsét és az eredményeit. A koreográfiákat hogyan oldottátok meg? Tehát gondolom, hogy akik körülöttetek dolgoztak, minden rezdüléseteket ismerte. Mennyi volt a saját egyéniségetek benne? Mennyi volt a csinált egyéniség? Mert mi nekünk nézőknek csak egy virtuális gyönyörűséges élmény, nem jó szóval a virtuális. Tehát egy megélt élmény a tánc, az újnak a tartása, a mozdulatok. Tehát tényleg annyi mondtad, hogy minden a fülcimpának is együtt kellett állni, meg volt azzal a nagyon sok mosollyal. Egyébként nem is tudom, de te biztos fogod tudni mondani, hogy a 1500 méteres síkfutás és a korcsolya között az a különbség, mind a kettőt maximálisan kell teljesíteni, csak az egyikhez mosolyogni kell. Nem tudom, de nagyon jó volt a mondás egyébként. Majd erre a mosolyra még térjünk vissza. Tulajdonképpen minden a sajátunk volt. Tehát igyekeztünk, ugye a mi kis csapatunk, mindig próbáltunk valami irányt találni, hogy attól függ, hogy hol volt a következő évben az Európa világbajnokság. Ugye általában ott volt a csárdás. Igen, hiszem, a magyart nem hagytátok ki soha. Igen. De mindig próbáltunk a helyszínhez illő zenét találni. Tehát volt egy bíró, aki nagyon sokat pontozott minket a junior időnkben, és ő mondta, hogy gyerekek, jegyezzétek meg, hogy a sikerhez kell egy nagyon jó zene, kell egy nagyon jó kosztüm, és már csak a többi maradékot kell hozzá korcsolyázni. És ezt mi meg is fogadtuk, mert tényleg nagyon fontos a jó zene. Én azt hiszem, hogy a fiatalok ezt ma nem érzik át annyira. Igen. A közönség rettenetesen szeret részévé válni az előadásnak. Szeretnek a közönség tapsolni. Nagyon szeret tapsolni. Igen. És ezt meg kell nekik adni, ezt a lehetőséget. Igen. No, szóval kezdtük avval, hogy kiválasztottuk a zenét, és utána elkezdtük hallgatni a zenét, és elkezdtünk egy vázat kialakítani, és amikor rámentünk a jégre, akkor úgy elkezdtünk Bandival próbálkozni. Igen. És anyu a palák, jaj, ez jó, ez még egyszer. Hát akkor persze az nem ment még egyszer, úgyhogy akkor elkezdtünk úgy is dolgozni, hogy rögtön videóval. És volt olyan, hogy egy perc koreográfiát összeraktunk egy edzés alatt, másfél óra alatt, és akkor az olyan volt, hogy ahhoz soha többet nem nyúltunk hozzá. Uh-huh. És volt olyan, amin úgy küszködtünk egy kicsit, és azt úgy általában változtatgattuk a szezonon keresztül. Egyébként könnyű változtatni szezonon keresztül, mondjuk egy szezonban egy koreográfián? Vagy nagyon nehéz? Tulajdonképpen ugye, mert annyira be kell gyakorolni, hogy azok a lépések, ugye, centikről beszélünk, hiszen nem szabad egy centivel sem lendületben, sem semmiben. Tehát ugye ezek a, most ugye már van szinkron korcsolya, és ott is látjuk, hogy elképesztő, hogy miket csinálnak, de hát ott nem is nagy szinkronúztásnál, ez mindig azon a gyarok, hogy honnan a bánatból
tudják azt a lendületet, különböző magasságok, nem tudom, tehát ez hogyan gyakorlás, gyúrjátok gyakorlás, ki? Gyakorlás. Így van. És minél régebb idő óta van együtt két ember, annál könnyebb természetesen, mert már mondani sem kell, egy negyed mozdulatból értjük egymást, vagy össze. A revűben volt egy fantasztikus történetünk, nem baj, hogyha egy kicsit hapkodunk? Ne, persze, hogy nem. Hogy két nagy szólónk volt, ugye volt a nagy csárdás, és volt a vígözvegy keringő betétje, és úgy éreztük, hogy nagyon-nagyon hosszúra sikerült az a zene, amit ők tőlünk kértek, illetve amivel indult a szezon, és szerettünk volna egy picit változtatni rajta, és lementünk délután korizni, és úgy kétszer átsétáltuk Bandival, hogy mit, hogy szeretnénk, melyik részét kivágni, és utána visszaadtuk a zenénket, de mondtuk, hogy ez még nem, majd még ezen dolgoznunk kell. Este megy az előadás, eljutunk ahhoz a részhez, ahol mi majd gondoltuk, hogy majd vágni fogjuk a zenét, és beadták az új változatot. Hoppá. Úgyhogy Bandival csak úgy dermedten egymásra néztünk, persze a show-nak tovább kell mennie, csináltuk, és ilyen negyed szavakból, mozdulatokból végigcsináltuk az előadást. Úgyhogy ez már a 16. együtt töltött évünkben. Tehát meg lehetett oldani, igen, a feladatot, igen, de igen. Hát ehhez kellettek az évek. De akkor most maradjunk egy picit a revűnél. Ugye a versenysportban gyakorlatilag mindent elértetek, amit lehet, kivéve azt az egy olimpiai aranyat, ami nem rajtatok múlott, hiszen azt ti nyertétek meg, azt, hogy a pontozók máshogy számolták ki ugye az orosz pontozónak a délceg közreműködésével, ez egy másik tészta, majd még erről fogunk beszélgetni. De utána, amikor a csúcson hagytátok abba, ugye 1980-ban, és elmentetek, akkor én emlékszem arra, hogy gyakorlatilag föl volt hördülve a magyar közönség, hogy pont most, amikor annyira jól megy, és amikor ott van a világbajnokság, és a, miért nem még egy olimpiát, és akkor ti azt mondtátok, hogy nagyon okosan természetesen, hát ugye akkor váltani kell, hiszen pénzt is kell belőle keresni, és élni egy kicsit a jégen. És itt jön nekem a gondolat, hogy tudtátok ti kiélni magatokat utána az úgynevezett profi világba, ahol nem a meghatározott fordulatoknak, a kötelező gyakorlatnak kellett ott lenni. Tehát mennyire tudtátok szabadon ereszteni magatokat a revűben? Mi mindig is nagyon szerettünk a közönségnek korcsolyázni. Tehát az volt a versenyzésen túl a lényege az egésznek, hogy a szívünket az ezüsttálcán a közönségnek. És mi rengeteg szeretetet vissza is kaptunk ebből. Ennek is két oldala van, mert a revűben nyilván, hogy a rengeteg előadás és az utazás és minden nagyon-nagyon jó volt, nagyon kellemes volt, de 631-szer csináltuk végig ugyanazt az előadást, és hiába próbál az ember új szint, vagy új ezt-azt, próbálgattuk, hogy kicseréltük a saját koreográfiánkat egy kicsit, meg előadás közben ilyen apró játékokat csináltunk, amire a Bandi mindig nagyon megmorgott, mert mondta, hogy ez nem profi viselkedés. Persze senki nem vette észre, ez csak ilyen belső dolgok voltak. De mégis az azért egy munka. Nem, ezt nem mondanám, de azért az egy nagy feladat. Tehát amikor versenyző korunkban ugye nagy dolog volt napi egyszer azt a 4 perces programot lefutni, hogy legyen kondíció és stabil legyen minden. A revűben voltak olyan hétvégéink, hogy pénteken 2, szombaton 2, vasárnap 3 előadás, és azon nem egy, hanem sokszorosan annyi programot futottunk le. De tulajdonképpen nagyon jó volt, és egy nagyon jó levezetése volt a revű a versenyidőnek, de azért nagyon sok minden bennünk maradt. Tehát ez a korcsolyas sport, ez én azt hiszem, egy picit talán a balerinákhoz lehetne hasonlítani, hogy mire az ember eljut oda, hogy uralja a testét, és uralja a jeget, és úgy érzi, hogy az égvilágon mindent meg tud oldani, akkor kell abba hagyni. Most már hála Istennek kitolódtak az évek, mert mi abban az időben, ugye én 24 éves voltam, amikor nyertünk, hát az már felnőtt kornak számított. Most már azért a 30-on bőven túl vannak a világbajnokok, úgyhogy nekik egy pár évvel több adatik meg.
Amikor elmentetek a revűbe, revű világába, és elkezdtétek ott a pályafutásotokat, akkor az a döntés, az teljesen egyformán fogalmazódott meg mind a kettőtökbe, hogy na itt ideje a váltásnak? És amikor azt abba hagytátok, az megint, tehát mennyire volt közös döntés, melyikőtöknek volt a gondolata, hogy na akkor most itt ezt is befejezzük, és áttérünk a felnőtt, úgynevezett felnőtt életre? Mi tulajdonképpen a 80-as szezonnak avval az elhatározással mentünk neki, hogy ez az utolsó év. Tehát eleve tudtátok. Igen, igen. Én azt hiszem, minden sportoló életében eljön az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy most elég. Végtelenül boldogok voltunk, hogy világbajnokként köszönhettünk el, de mindig a csúcson kell abba hagyni. Igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez az időzítés nagyon jó volt, és én mindenben ezt vallom ma az élet minden területén, hogy addig kell és szabad csinálni, ameddig az ember 1000%-ig tudja csinálni. És élvezi az utolsó pillanatban is. Tehát akkor a másiknál is, tehát a revű világát is úgy hagytátok abba, hogy mind a ketten éreztétek, hogy most egy kicsit megfáradtunk vele? Tulajdonképpen a revűt mi úgy terveztük, hogy egy évre. Hát azért abból több lett? Egy kicsit több lett, igen. Ugye én akkor a Fogorvostudományi Egyetemre jártam, és kértem egy év halasztást, és egy évet az olimpia miatt, és utána a következőt a revű miatt. De annyira megtetszett nekünk az a világ, annyira élveztük, hogy az első évben ugye az egész keleti partot végigjártuk, és a második évben ment át a revű a nyugati partra, középre és a nyugati partra, Amerikában, Kanadában, és nagyon szerettünk volna még egy évet csinálni. Úgyhogy... Meg tudom érteni. Ez így is lett, és... Utána a revű, ez az Ice Follies és Holiday on Ice, akinél mi sztárok voltunk, ez egy buta szó hozzá, de tényleg, csak azért, mert most el van koptatva. Így van, na, így de van. Hát igen. Tehát inkább úgy hát mondanám, egy világbajnokot szerződtetni, igen, azért az nem mindegy. Úgyhogy ez, mi végigéltük ennek az amerikai revűnek az utolsó két ilyen gyönyörű évét. De jó. Amikor volt egy több mint 2 millió dolláros kosztümtárunk, fantasztikus előadás volt, fantasztikus díszletekkel, szóval tényleg az az igazi, hatalmas amerikai revűprodukció volt. És a második évünk végén, amikor mi amúgy is úgy gondoltuk, hogy köszönjük szépen ennyi, és akkor most jöjjön a nagybetűs, akkor... Ez a revű megvette a Disney jogot, és akkor lettek ők a Disney on Ice. Uh-huh. És akkor úgy gondoltuk, hogy köszönjük szépen, uh-huh. Imádjuk hófehérkét, de nem szeretnénk... Abba már részt venni. Egyébként mondjuk akkor ez is szerencsés, hogy pont nem úgy fájt érte a szívetek, mert pont ott is jött egy olyan váltás, amiben már nem vettetek volna olyan nagy lelkesedéssel és örömmel. Mennyi levezető korcsolyázást csináltatok utána itthon? Ez egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy mi azt a szintet hozzuk, amit mi magunktól elvártunk, uh-huh. ahhoz napi 4-6 órát kellett uh-huh. dolgozni. Nekünk az nem egy élmény, hogy csúszkálunk a jégen. Uh-huh. És azért sem vállaltunk utána már semmiféle fellépést, mert az emberekben volt egy kép rólunk. Igen. És mi semmiféleképpen nem szerettük volna ezt semmilyen módon szétrombolni. Érdemes egyébként Krisztinának a szavaira odafigyelni, és hogyha valaki kedvet kap, ugye itt a látott felvételek és a beszélgetés után, hogy egy kicsit böngészen az interneten, akkor én is meg fogják a nézők is érteni, mert pont ahogy mondtam, hogy megnéztük a Protapopov házaspárnak a produkcióit, csináltak ők 70 évesen is kürt, fönn van, hozzá kell, hogy gyönyörűen dolgoztak. Gyönyörű. Tehát ugyanolyan szép, finom mozdulataik voltak, mint annak idején, de ők együtt maradtak, és gondolom, hogy rengeteg gálát és előadást táncoltak ahhoz végig, és most ugye, hogyha kimennétek, akkor azt mondanak, hogy hol vannak a hajdan levő csillagok, tehát ahhoz állandóan ott kell lenni, és állandóan csinálni kell, hogy azt a szintet lehessen hozni, még idősebb fejjel is. Az teljesen. Mikor korisztál utoljára? Egyáltalán.
Hát sajnos elég régen be kell valljam, mert volt ez a balesetem, ez egy szomnyaktörésem, aztán utána kaptam egy új csípőt, és azóta nem igazán. Tehát ez megint azt kell mondjam, hogy más az élmény. Uh-huh. Tehát nyilván voltam jégen, és potyogtak a könnyeim az örömtől, hogy a jégen lehetek újra, de más az élmény, meg más, amit az ember ettől elvár. Én ezt olvastam most, ahogy készültem erre a beszélgetésre, de mitől kaptad te azt a... Mert az nem jött ki egyetlen egy cikkből se. Tehát mi volt a törésnek az oka? Majd nem hagytuk magunkat rábeszélni, hogy újra fellépjünk. Aha. Igen. Hát ebben minden benne volt. Az égattam. Jaj. Igen, akkor gondolom utána az ágyon átértékelted az eddigi dolgaidat, és akkor megnézted, hogy min kéne változtatni. Változtattál utána? Mármint az életem? Igen. Maga ez a sérülés nagyon érdekes volt. Ez most biztos furán hangzik, hogy én így fogalmazok, de először is az időzítése, hogy mikor történt velem ez a dolog, mert ha ez versenyző korunkban történik, akkor egyértelműen vége lett volna mindennek. Ha sokkal később történik, az se jó. Tehát ez egy olyan szakaszában történt az életemnek, amikor meg tudtam oldani. Egy pillanatig nem voltam pánikban, vagy olyan szinten elkeseredve, és ez egy nagyon érdekes tanulmány volt számomra, hogy az emberi szervezet, hogy egy mekkora nagy csoda, hogy pontosan megmutatta, hogy mikor mit kell és szabad csinálnom, mennyire szabad erőltetnem, mennyire kell pihentetnem. Egy nagyon érdekes tanulmány volt ez az egész dolog. Mi lett? Most visszatérek egy picit a Fogorvosi Egyetemmel egyébként. Az befejezted? Nem, azt sajnos nem fejeztem be. Az úgy történt az a dolog, hogy ugye kértem az évhalasztást az olimpia miatt, aztán a 2 év revű, és akkor jöttem, hogy na akkor én most mennék vissza, és mondták, hogy boldog örömmel, csak előről kell kezdeni az egészet. És akkor én már túl voltam az első 2 legnehezebb éven, és úgy éreztem, hogy én most nem tudok visszamenni békát fejezni. Uh-huh. Akkor ezek szerint ez a bolognai rendszer most nagyon feküdne neked, hiszen ott úgy teszed a vizsgáidat, és úgy tologatod, és annyi éven keresztül, ahogy akarod. Így van. Tehát akkor úgy éreztem, hogy egy olyan állandó rendszerben éltem, hogy nem tudtam azt elképzelni, hogy most visszaüljek 6 évre az iskolapadba. De hát, hogy milyen az élet, ugye, akkor elkezdtem a vendéglátóipari főiskolát, és félúton úgy döntöttem, hogy nekem nagyon kellene a TF, úgyhogy külön engedélyt kértem, és párhuzamosan végeztem el a vendéglátóipari főiskolát és a TF-et, úgyhogy ugyanúgy megvolt a 6 év, csak nem fogorvos lettem. Már más volt a motiváció, amit el akartál végezni. Gondolom, hogy lehetséges, hogy az eltöltött évek, vagy amit a profi világban töltöttél meg egyáltalán, rájött, hogy te éppen nem állatorvosnak való vagy. Nem létezik? Ez az egész orvos dolog olyan, hogy édesapám gyereksebész volt, és én soha nem éltem át azokat a periódusokat, hogy színésznő szeretnék lenni, vagy ez, vagy az. Tőlem, ha megkérdezték ekkora koromban, akkor én azt mondtam, hogy gyerekorvos szeretnék lenni. És nem is volt kérdés soha. De aztán valahogy ezzel a korcsolya szerelemmel, meg a tanítással, ugye negyedik generációs pedagógus családból származom, és én tényleg azt hiszem, hogy szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy én át is tudom adni azt, amit tudtam, amit megtanultam. És én úgy éreztem akkor, hogy azt a rengeteg tanulást, azt a rengeteg tapasztalatot, amit összegyűjtöttünk az évek alatt, hogy én azt nagyon szeretném átadni a magyar gyerekeknek. Úgyhogy ez így indult. Még egy érdekes észrevétel itt most, ahogy beszélgettünk, hogy ugye Hargitai Andrés egy kiváló állatorvos lett, Vladár Sanyi is, de hát ők úszók voltak. Te egy művésznő vagy, és olyan fura, hogy azt mondtad, hogy sosem akartam színész lenni, vagy művész lenni, de hát te ekkora gyerekkorod óta művésznő vagy, hiszen egy táncművész vagy. Az, hogy éppen a jégen táncolsz, az egy másik történet.
Igen, én azt hiszem, hogy nekem nagyon sokat segített az, hogy egy másik fajta kifejezési eszközt megtaláltam. Én egy borzasztóan csöndes, visszafogott gyerek voltam, én az iskolában soha nem mertem jelentkezni addig, amíg nem tudtam 1000%-ig valamit. És valahogy a testbeszéd, a mozgás, a tánc nekem ebben rengeteget segített. És azt kell mondjam, hogy utána viszont beszélni és kommunikálni is meg kellett tanuljak, mert engem kiraktak egy színpadra, és azt mondták, hogy nem kell megszólalni, én ugyanúgy el tudtam mindent mondani és magyarázni, hiszen ebben éltem, ezt tanultam. A tánc, a metakommunikációs beszéd, a mozgásnak a művészete, a mozgással való beszéd, az egy teljesen külön műfaj. Mindig elcsodálkozom valamit, amikor megnézek egy balett előadást, hogy hogy lehet szavak nélkül elmesélni egy történetet. És ugyanez történik tulajdonképpen a jégen is, csak még nehezebb körülmények között. Ez a jelbeszéd, ez a táncbeszéd neked alapvetően egyértelműen jött, vagy ezt tanulnod kellett? Is. Nekem a tánc az élet, tehát nekem ez soha nem volt probléma. Azért mondtam az elején, hogy a korcsolya nekem ötvözte a mozgást, a művészetet, a siklást, a sportot, a zenét, minden egyben volt, amit én mind szerettem. Sírtál sokat a jégen? Nem. Soha nem fájt úgy a lábad, hogy sírjál? Ez is egy történet. Kicsi lány voltam, és hasra estem, nem tudom, mi történt, és potyogtak a könnyeim. És akkor anyukám odajött hozzám, és azt mondta, hogy most egy picit ne sír, és akkor ránéztem egy szemekre, azt mondja, most is ugyanúgy fáj. És látod, nem kell ezért sírni. Uh-huh. És ez annyira megmaradt bennem, hogy én tulajdonképpen fizikai fájdalom miatt azt hiszem soha nem sírok. Az egyedüli dolog a lelkem, amikor a lelkemet bántja valaki, azért még tudok sírni. Hát ezért vagy ember, és ezért vagy művész. Hogyha ez se lenne már, az már baj akkor lenne. Baj lenne. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltöttem velem ezt hogy itt lehettem pár veled. Percet. Remélem, kedves nézőink, hogy egy kis átfogó képet kaptak Regőci Krisztinából, a kis Alai Andrissal Európa bajnokságokat nyertek, világbajnokságot nyertek, olimpiai ezüstérmesek lettek, és nekünk, magyar nézőknek, akik szeretik a jégtáncot és egyáltalán a korcsolyázást, nagyon-nagyon sok boldog percet okoztak, hogy drukkolhattuk nekik, és gyönyörködhettük a produkciójukban. Köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok sikert kívánok! Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm Építészeti és Épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris Konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta Általános Építőipari Kft., az Ibül Tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovig Állaktív SRL. A műsor támogatója VLG Kábelkereskedelmi Kft.